A Jobbikos Sas Zoltán szerint már a belügyminisztérium is elismerte, hogy az energiaárak növekedése miatt rendőrőrsöket zárnak be az ország déli részén. Híradónk egy hónapja számolt be arról, hogy Baranyában több településen is megszűnik az ügyintézés. A politikus ekkor kereste meg a szaktárcát. Rétvári Bence államtitkártól azt a választ kapta, hogy takarékosság miatt szünetel a szolgáltatás több helyen. A Baranya megyei Kozármislen egyike azoknak a településeknek, amelyek rendőrös nélkül maradtak egy hónapja. Ez a tábla fogadja az ideérkezőket, melyen olvasható. Október 15-től visszavonásig az ügyfélfogadás szünetel. A város polgármestere azt mondta, hogy itt korábban sem volt igazi rendőrös, leginkább öltözőnek használták az ingatlant. De nem töltötte be azt a funkciót, amit mi elvártunk volna. Az önkormányzat fizette ennek a teljes rezsijét, úgyhogy az, hogy nem fog üzemelni az az épület, ez szerintem most nem fáj a településnek, viszont újra gondoljuk ennek az ingatlannak a hasznosítását. Az itt élők szerint gyakran lehet rendőrt látni a településen, annak ellenére, hogy állandó helyük nincs. Végeredben ki is száll néha a kocsiból, akkor meglátja, hogy hol van. Most például elmentek egy borozó mellett, ott is megállt a rendőrségi kocsi, körbejárták a ingatlanokat, ahol üzletek vannak. Aktívabb volt viszont több település rendőrőrse, így a Harkányi is, amelyik szintén zárva tart. A bezáró rendőrőrsök ügyében a Jobbik fordult a belügyminisztériumhoz. Rétvári Bence államtitkár válaszolt, aki elismerte, hogy takarékosság miatt szünetel a szolgáltatás több helyen. A bezárásoknak a fő oka az egy gazdasági ok, tehát a fűtés, illetve a rezsiszámláknak a megsporolása. Azt gondolom, hogy ez rendkívül szomorú, hiszen a magyar kormány, a magyar emberek biztonságán spóroljon. Ebből is látszik, hogy óriási baj van az ország. Az államtitkár a válaszában azt is megemlítette, hogy az ideiglenes korlátozás nem befolyásolja az érintett körzetekben a szolgálati feladatok megfelelő színvonalú ellátását.